Az alapszakaszban is azonos csoportban volt a két csapat, ők eddig háromszor játszottak ezelőtt a forduló előtt értelemszerűen, és mindháromszor az Újpest győzött úgy, hogy 10 gólt rúgott, és egyet sem kapott. Csak hogy a Zalaegerszeg azóta már más, a zalaegerszegi együttes tavasszal 6 mérkőzésén veretlen maradt. Dobrjanszky, Bonkis, remek labda Waltnernek, középen ott van Egresi, Waltner még, Tamás itt forgatja meg, Bonkis lőhet fölé. Tokodi, 28. perc, Kunzó, Herceg, rossz a beadás, Bonkis, Orescsukhoz nem jutott el, Dvéri lő, Turi kipattal róla, de annyira nem volt azért veszélyes, Dvéri minden esetre megpróbálta 25 méterről. 43. perc, a második zalaegerszegi szöglet a találkozón, természetesen Bonkis végzi el. Filó felé megint, bírónak kellett védenie, Filó fejelt, és ezzel a találkozó eddigi legnagyobb helyzetét hagyta ki. 53. perc a mérkőzésem, zalaegerszegi szabadrúgás, Rótivel. Bíró öklöz, Nagy Lajos. Még mindig ő, Kunzó vele szemben. Jó a csel, ez 11-es. Kunzó nagyon rossz ütemben érkezett. Megyebírónak sokat nem kellett gondolkodnia a döntésén. Teljes joggal jár a büntető. Egresi és Bíró párharca. Egresi a kapufáról pattan be. Nagyon jól helyezett lövés volt a bal alsó sarokba. 1-0 arányban vezet az Zalaegerszeg. Bíró jó irányba mozdult, de nem volt esélye, hogy elérje. Gyorsan elvégzett szabadrúgás. Bonkis. Ott a túloldalon Waltner. Helyzetben Nagy Lajos. Bíró ölébe lövi. A 11-es leszámítva a találkozó legnagyobb lehetőségét hagyta ki Nagy. Az Újpest újabb cserére készül. Most azonban Bonkis fut még. Tamás itt hagyja ott, Bonkis. Jól teszi vissza Nagy Lajos, bíró lábbal. 18. perc a második félidőben. Nagy Lajos a második nagy helyzetét hagyta ki a találkozón. Dvéri. Beszorul az Zalaegerszeg. Pest. Orescsuk. Filó megy ki rá, Orescsuk be tudja adni, Terjék. Kapufa. Visszaemelt labda, ez már magas Dvérinek. Kunzó próbálta még meg. Minden esetre Terjék ezzel a viszonylag lassú lövéssel majdnem gólt ért el. A második félidő 35. percében. Bonkis. Egresi. Bonkisnak vissza. Ez most már lövőhelyzet, bíró. 39. perc. Rót szöglete. Megint csóka felé. Bonkis lő egyből, épp hogy mellé. Letelt a rendes játékidő. Azaz, ez most már a hosszabbítás. Dvéri szabadrúgása. Orescsuk, Turi. Orescsuk bele tudott a cipőhegyével piszkálni. Veszélyes megoldás volt a második félidő 46. percében. Orescsuk, Urbán, Medgyesi. Most már ő is előre jön. Sok veszíteni valója nincsen. Medgyesi még. Nagyon sokáig van nála a labda, ellövi, Turi, gól! Medgyesi egyenlít a 47. percben a második félidőben. Szegény Turi nagyon benne van a gólban. Medgyesi körülbelül 20 másodperce, vagy még talán annál is hosszabb ideje vezetgette a labdát, aztán egyszer csak ellőtte a kapu közepébe. Ez nem hogy védhető volt, hanem nehéz volt bekapni. 1-1. Aki játszik, az hibázhat. Tehát a hiba lehetősége is bent van. Turi Géza az előző mérkőzéseken bravúr sorozatát hozta, most sajnos hibázott, ezt ő is tudja, lehetileg kell felrázni a fiút arra, hogy a következő fordulóban ismét jó teljesítményt nyújtson. Örülök, hogy Zalaegerszegen elhoztunk egy pontot, hiszen látnivaló, hogy az összes rivális csapat
nem igazán tudott innen három ponttal elmenni, és azt hiszem az ezen túl ide érkező csapatok sem biztos, hogy reménykedhetnek ebbe. Én jelen pillanatban elégedett vagyok, ha otthon szombaton nyerünk a Dunaferr ellen, akkor azt gondolom, hogy rendben van ez a hét, de ez viszont a Dunafert meg kell verni, mert már én arra gondolom.